Rendőrség, jöjjön az ajtóhoz, nem esik bántódása! Lövések! A bűnözők sosem pihennek. Miért foggos? De a zsaruk sem. Itt a kutyás rendőr! A frontvonalban harcolnak. A hátsó kertben van. A legjobb Nottingham-síri rohamjárőrök. Mozgás! Magasan képzett üldözésre szakosodott sofőrök. Belém jött. Édes Istenem! Nem áll meg! Speciális behatoló osztag. Rendőrség! Kereső osztag. Ott a lőfegyvered. És a rohamjárőrök. Ne mozduljon! Kutyával vagyok, le a földre! És a bűnözőket kiiktató... Szedjék le rólam! Kutyás egység. Ne ellenkezzen! Akárhol van bevetés... Nyugodjon le! Sosem hátrálnak meg. Nyugodjon le! Mert ha üt az óra... Le a földre! Jönnek a rohamjárőrök. El lehet húzni! Szép nap az irodában. A mai adásban azt mondták, macsétával harcolnak egymással. Ha kész szegeznek ránk, az utas, nézzen rám és csinálja, amit mondok. Induljon el lassan felé. Mi fegyvert rántunk. Kinél van a kés? Aztán Nottingham egyik legkeresettebb bűnözője utáni hajtóvadászat. Álljon meg! Stand still! Maradjon ott! Maradjon ott! Tegye a kezét a korlátra! Mutassa a kezét! És a járőrök búgó édes kórusa. Rendőrség! Rendőrség! Maradjon ott, ahol van! Rohamjárőrök. A járőröknek olykor kedvükre van az eseménytelen műszak. De nem ma. Itt Romeo, 521. Oké, lássuk. Az egyik illetékes kolléga észrevette egy tagot, akit súlyos testi sértésért köröznek. Minket riadóztattak, hogy menjünk oda. A pasashoz nagyon komoly esetek köthetők. Már 3 rendbeli bántalmazásért adtak ki rá körözést. Nem csak Robot és Spencer tették rá az ügyre. Több járőr is a hírhedt gyanúsítottat keresi nagy erőkkel. Oké, vettem. Átvésüljük a területet. Igen. Tudnál leírást adni a ruházatáról? Úgy tűnik, elvesztették a nyomot. Ellen Howe 58. Majd hirtelen... Rendőrségi vészhelyzet. Minden a feje tetejére áll. Hello, Felder Close vagyok Cliftonból. Valami gáz van az utcában. Ablakokat törnek, és kés van náluk, meg minden. Kés van náluk? Az egyiküknél egy nagy kés van, meg egy kard. Szerintem macséta. Épp most törnek be egy ablakot, és most kocsival üldöznek valakit. Rendben. Eléggé ijesztő. Tehát késsel és karddal hadonásznak, és ablakokat törnek be. Mind a 4 és a szolgálaton kívüli kocsival oda mennétek? Testhez álló fegyveres zsarumeló. Helyet kell cserélnünk. Lee, az operatív fegyveres erők parancsnoka, az anyósülésre ül tüzeléshez. Míg Paul a kormány mögé ül. Jézusom, hogy kell ezt vezetni? Jó, gyorsan. Itt a parancsnok beszél. Operatív parancsnok a helyén. Megkérhetnék valakit, hogy szóljon a kutyás rendőröknek, hogy jelentkezzenek be ezen a csatornán? Nem probléma. Jen Els kutyás rendőr úton van. Helyszíni felderítést kérek, értesítsetek a fejleményekről, legyetek kedvesek. Köszönöm. Ahogyan Lisa DeSantis és Louis Marshall fegyveres járőrök is. Vollatonban vagyunk. A körgyűrűn át megyünk. Érkezik a parancsnok is, hogy lássa, a csapata felfegyverezte-e magát, és elfoglalta-e a pozícióját. Jól vagy? Mm-hmm. De a macsétás férfiaknak se híre, se hamva. Jelenleg senki nem tartózkodik az utcában. Az egyik címnél viszont kárt okoztak. A hírszerzés 3 férfit azonosít. Egyiküknél macséta van. Jól van.
A másik kettő pedig egy Forddal lépett meg. Lee, ez az. Életveszélyes helyzet. Mindenki a földre. Egy szürke Ford tűnik fel egy óránál. Egyikőtök üljön kocsiba. Maradjon ott. Megyek a kocsihoz. Tartsa úgy a kezét, hogy lássam. Felt vannak. Két helybeli van a fegyverek célkeresztjében. A jobb oldalinál van a kés. Ez az én kocsim, csak beszéljenek vele. Tartsa fel a kezét. Jó. Tudomásunkra jutott, hogy valamelyiküknél késlapul, ez igaz? Itt lakom. Értem, jöjjön a kocsi elejéhez. Nézzen rám, csinálja, amit mondok. Igen? Nem tudok. Kinél van a kés? Tessék? Van valakinél kés? Bent van a kocsiban. Ide figyeljen! Letérdelni! Most! Harccal lefelé! Szembenézve a tűzerővel, a macsétával gyanúsított férfi inkább az eszére hallgat. Maradjatok készenlétben, addig mi biztosítjuk a két férfit, és nézzétek meg, hogy a kocsi tiszta-e. Gyanúsított biztosítva, Paul és Lee átkutatja a Fordot. És nem egy, hanem két kést talál. Igen, kettő van. Egy kés és egy macséta. És egy baseball ütő. Arra az esetre, ha elbizonytalanodnál. Kissé homályos, hogy kinek mi volt a feladata. A helybeliek azt állítják, hogy támadás áldozatai voltak, és csak védekezésre használták egy fickó ellen, aki kalapáccsal támadt rájuk. Állítólag ők áldozatok, de jól látszik, hogy késeket lóbálva mászkálnak az úton. Az ilyen típusú késeket soha nem önvédelemre használják. A két férfit fegyverbirtoklásért letartóztattuk. Azért az állítólagos támadót sem szabad félvárról venni. A jelentés szerint ő a támadó. Úgy tűnik, a járőröknek lesz még munkájuk a keresett bűnözővel. Azt a hírt kaptam, hogy a támadó lelécelt, én pedig megmutattam, melyik irányba mehetett. A hírhedt gyanúsított szabadlábon van. Versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják. Három járőrkocsi és rendőrkutya keresi. A fegyveres járőr és kutyás egységek átfésülik a terepet. A férfi hónapok óta körözés alatt áll. Erőszakos emberként ismerjük, pontosan az ilyen dolgok miatt. De időről időre sikerül meglógnia. Biztos lebukott, nem? De. Sajnos. Nem. A ma reggel sem kivétel. Kora délután van. Kicsit meleg van. Igen. Amint Rob és Ian elhagyja az őrsöt, bekapcsolja a villogót a káoszba fordult Cliftonban. Bejelentést kaptunk, hogy az egyik ismert bűnöző, akit autólopásért, betörésért és még egy rakás bűncselekményért körözünk, bedrogozva őrjöng. Ő az, akit egész nap hajkuráztak. Igyekeznünk kell, hogy elkapjuk. Nehogy még nagyobb bajt csinálja. A gyanúsítottat egy fehér furgonban látták, ami nagy kihívás. Egy csomószor üldöztük már. Nem az a fajta, aki csak úgy berezel a veszélyes helyzetektől. Nagyon szeretnénk inkább futva elkapni. Közelítenek a bejelentés helyszíne felé. Ott a furgon. Őrizetlenül parkolt levele. Csak megpróbálunk, körözünk egy kicsit, hát ha találunk egy házszámot. Abban bíznak, hogy felhívja magára a figyelmet. Ilyenkor az szokott lenni, hogy nem kell sokáig várni rá, amíg újabb bűntényt követel. Készen létbe. Ám a keresést félbeszakítják. Rendőrségi vészhelyzet, miről van szó? Vészhelyzetet jelentettek egy kocsmából. Egy fiatalembert ért be, totál elmentek otthonról nála. Teljesen be volt gőzölve. Megvan a keresett személy. Itt vagyunk. Rajtaütés. Balhézik a kocsmában. Verekedés provokál. Terrorizálja a személyzetet és a vendégeket. Ijeszgeti őket. Igen. Pont a körforgalom az ennek a végén.
Ránézésre olyan, mint aki most fog valakit kinyírni, vagy saját magát fogja megölni. Igen, közveszélyes. Földi halandóknak egy percbe telik odaérni. Jóváhagyást kérek a terv szerinti rajtaütésre. Ugyanez Robnak pontosan 30 másodpercébe került. De lehet, megint későn érkeznek. Kirohant és átmászik a kerítésen. A bejáratnál lesz? Igen. Ott van. Ott van. Álljon meg! Maradjon ott! Tegye a kezét a korlátra! Lássam a kezét! Kezükben sokkoló. Tegye a kezét a korlátra! Kezeket a korlátra! Az egyik kezében inkább a cigit tartja. Kezeket hátra! Mit csinál? Kezeket hátra! Mit csinál? De végre engedelmeskedik. Azt csinálja, amit mondunk. Nem csinálok én semmit. És őrizetbe veszik. Nem csinálok én semmit. Miért csinálja ezt? Tüntesd el innen. Le akarod aratni a babérokat? Mivel vádol? Tüntessétek el, és tisztítsátok meg a területet. Le van tartóztatva, mindjárt meg tudja miért. Mit követtem el? A gyanúsított az ártatlanságát bizonygatja. Mi rosszat csináltam? Nem csináltam semmit. Nos, ha ki szeretnél belőle maradni, beviszitek? Mi rosszat csináltam? A mai nap folyamán erőszakoskodott. Hogy miket? Továbbá tudomásunk szerint támadó fegyver van a birtokában. De ez csak egy vicc. Jó, akkor vigyetek a rendőrségre, induljunk. Ahogy tetszik. Végül sikerült bilincsbe verni. Elkaptuk. Örülünk, hogy sikerült a tagot kiiktatnunk. Kábítószer hatása alatt állt, plusz ittas volt, amik hatására képes lett volna álmokfutást rendezni Cliftonban. Pontosan ugyanazt csinálta a kocsmában is, amit előtte. Bement, azt hitte, átugorhat a pulton, és azt csinál, amit csak akar. Megfenyegeti és megfélemlíti a tulajdonos nőt, erre pár helyi grizzlynek iront, a kocsma hátsó részébe tuszkolják, miután megfenyegeti a nőt, hogy elvágja a torkát. Ez mind jól megmutatja, milyen veszélyes emberről van szó. Örülök, hogy elkaptuk. A sofőrt, akinél két kést is találtak, nem találták bűnösnek. Utasánál viszont kés, macséta és baseballütő is volt. 4 hónap felfüggesztett börtönre ítélték. A kocsmánál elkapott hírhedt fickót pedig erőszakos bűncselekményért, első osztályú kábítószer birtoklásért és fenyegető viselkedésért bűnösnek találták. Ő felsége örömére 5 hónap börtönbüntetésre ítélték. A kábítószerrel való visszaélés törvénye értelmében megmotozom. A kábítószerkereskedők őrizetbevétele jó helyen, jó időben kell történjen. Rendben. Kábítószerrel való kereskedés miatt letartóztatom. Megértette? Igen. Jó tudni, hol üzérkednek. Egy biciklisnő a kezében telefonnal várakozik. Lehet, hogy a dílerére vár. Jobb, ha szemmel tartjuk. Geoff Hall és Dan Motisó kiszúrt egy gyanús biciklist egy ismert drogkereskedelmi ponton. Megnézem. Jó. Dan a gyanúsítotthoz megy, miközben Geoff erősítést kér a hozzá legközelebbi utcából. Ha lehet, kérnénk egy egységet a Mansfield útra. És egyet kicsit lejjebb. Egy Audi félreáll, a nő pedig beszáll. Megerősítve. Mögé kéne érnem. Ha a többi egység beleegyezik, lekapcsoljuk a kocsit. El kell vágni az Audi menekülési útvonalát. A nő bent ül a kocsiban. Most száll ki belőle, húzzunk bele, srácok! A kliens elsétál. A kocsi indulni készül. Úgy fest, droggal üzleteltek. Valaki kapja el a nőt. Egy pedig siessen a kocsihoz. Dan két dologra figyel. Dan, maradj a kocsi elején! Elkaptuk! A kocsi elején! Geoff átveszi az irányítást és rendezi a gyalogosokat. Tartóztassátok fel mindkettőjüket! Jól vagy? Mutassa a kezét! Jó! Adja, mutassa a kezét! Egy csomó pénz van a kezében.
A nő épp most vásárolt tőle drogot. Készpénz van nála. Igen? Vette az adást. Szálljon ki a kocsiból, átkutatjuk. Egy pillanat, hadd szálljak ki. Szálljon ki a kocsiból, kiszállni. Gyors észjárás kell most. Csak hadd húzzam be a kéziféket. Jól van. Gev világosan megmondja. Őrizetbe fogjuk venni, hogy tetőtől talpig átvizsgálhassuk magát. Jó. Azt gyanítjuk, hogy kábítószerrel látta el a hölgyet. Jó. Őrizetbe vesszük, átvizsgáljuk, a kapott eredményről pedig tájékoztatni fogjuk. Igen, igen. Van magánál valami, ami nem kellene? Nincs. Egyáltalán nincs? Ennyi? Igen. Két telefont vesz elő. Két telefon van nála, egy régi mobil és egy mostani. Ezt a környéket kábítószerüzérkedésre használják. Feltételezzük, hogy a hölgynél első osztályú kábítószer van. Ott áll az utca sarkon, a férfi a kocsival félreállt, a nő beszállt kevesebb, mint egy percre, majd kiszállt. A férfinél pénz és két telefon volt. Feltételezzük, hogy a nőt kábítószerrel látta el. Jöjjön ide, jó? A gyanúsított feltehetően kábítószerrel kereskedett, ezért őrizetbe vettük. Hol? Pont itt. És a nővel mi a helyzet? Ismerem őt. Tényleg? Igen. Ja, jó, oké. Akkor most meg fogjuk motozni. Tényleg nincs nálam semmi. Nem kell olyan szorosra húzni. Nem szoros. Még tudja mozgatni a kezét, nézze. Be tudom dugni közé az ujjamat is. Rendben? Az az én hitelkártyám. Oké. És miért birincseltek meg? Hogy ne fusson el. Igazán? Gyanús szatyrot látok. Abban nincs semmi, biztos úr. Mit markolászik? Ne markolásszon. Dan 11 éve van a rendőrségnél. Tucatnyi dílert börtönbe juttatott, és rögtön kiszúrja, ha valami nem stimmel. Ez hol volt? A zsebében. A zsebében. Egy tasak por. Első osztályú? Nem. Álljon hátrébb, kérem. A gyanúsított egy kicsit zabos. Maradjon ott. Haladjunk már. Maradjon egy helyben, ne mocorogjon. Jól van, jól van. Ne mocorogjon, ne kezdjen el lökdösni, különben leküldjük a földre. Kábítószerkereskedelemmel való visszaélés miatt le van tartóztatva. Jó. Jogában áll hallgatni, bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Bármit mond, bizonyítékként használható fel ön ellen. Letartóztatjuk, hogy hatékony nyomozást tudjunk végezni, világos? Igazán? Szándékodrog használat és birtoklás miatt érkezett a hölgy. Ezért a telefont elkobozzuk. A biciklis nőt is őrizetbe veszik. Csak egy pár pillanatig ültek a kocsiban. A pasasnál kereskedelmi mennyiségű heroin van. Vagyis pont drogkereskedéssel kaptuk el. Valószínűleg tasakot adott el neki, ami feltehetően a hölgy alsó neműjében lapul. Meg fogjuk találni, ha ott van. Az őrsön ellenőrzik a gyanúsítottól szerzett bizonyítékokat. Ez az a pénz, ami a kezében volt, vagyis valószínűleg, azt mondanám, biztos ennyit adott oda a nőnek ki, és kapott érte drogot. Tuti ott volt a nőnél, amikor őrizetbe vették. Ez a pénz volt a pasas zsebében. És egy csomó heroinos zacskó. Mindegyik 20 fontot ér, két nagy zacskóval vett. A biciklis nővel kapcsolatban is nyomozást indítottak A-osztályú kábítószer birtoklása miatt. A és B osztályú kábítószer kereskedelmi céllal való birtoklása miatt további nyomozást indítottak a gyanúsított díler után, akinél őrizetbevételekor készpénzt találtak. Házkutatást tartottak nála, további vizsgálatok pedig kimutatták, hogy kábítószer hatása alatt vezetett, mivel a vérében kokain találtak. A zsaruknak sokféle eszközük van. A kocsi mögött vagyok. Ott a taktikai üldözés. Szorítsuk le! A szöges útzár. Vagy a taktikai ütközés. Ám a motorosok sajátos problémát jelentenek. Itt álljunk félre! Állítson le! Később... Állítson le! A jármű továbbra sem hajlandó megállni. A kockázati tényező közepes erősségű. És jobbra! Kockázatos üldözni őket. Egész ruhás protektor és sisak van rajta. Szokásuk csapatban motorozni. Mivel a motorok és a quadok sokkal többször manővereznek, sokkal nehezebb őket utolérnök. Többször verődnek csapatba, így kevésbé félnek a törvénytől. De tisztázzunk valamit. Az, hogy nem tudjuk kitenni ellenük a tüskéket, hogy kiukasszuk vele a motor vagy a quad kerekeit, csak egy mítosz. Van erre kidolgozott taktikánk. Megmutatom, mi az.
Halloween van. Még ha nincs is sok vérfarkas az utcán, valami mégis kísérti Nottinghamshire utcáit. Kaptunk pár bejelentést, hogy egy nagy csapat motoros és kvados az utcákat rója. Össze-vissza közlekednek a forgalomban. Nagy ívben tesznek minden szabályra, és a pirosnál sem állnak meg. Nincs belőlük hiány. Egy ponton 30-40 motoros verődött össze. Jó sokan vannak. Egy csapatnyi van belőlük. A Carlton úton és a nyugat-dél dűlő környékén vannak. Ha valaki felderítené őket, megköszönném. Jézusom, hogy mozognak! A portyázó motorosok a várost fenyegetve kisebb csapatokba álltak össze. A Colby Club felé mennek, ugye? Valószínűleg vissza a városba. A központ felé észreveszik őket. Három motoros van a járda mellett. Átmentek a piroson, de a műjégpálya felé nem tudjuk követni őket. Jó, oké, vettem. Valaki ki tudná tenni a tüskéket a Manver utcában? Most jöttünk ki a Manver utcából. Keresünk hozzá egy megfelelő helyet. Titokban kell kirakni a tüskéket. Tökéletes helyszín kell a várakozáshoz. A busz mögé? Talán jó lesz. Úgy vélik, megtalálták. Leparkolhatok ide? Le. Oda leparkolhatsz. Megpróbáljuk letenni a tüskéket. A buszállomás elég jó takarást ad, még a buszok is ott állnak. Vettem. A szöges útzárral felszerelkezve Paul elindul a Member utcában, amíg a kollégák a csirkefogó motorosokat kergetik. Az egyik rendszám nélküli quad befordult a Little Tennis utcába, majd az egyik sikátorba hajtott, ami elég széles ahhoz, hogy át tudjon menni. Gőzöm sincs, hol fog kijönni. Iktasd ki az egyik kerekét, és add le a drótot a többieknek. Így kell kicselezni őket. Jobbra kanyarodik a körforgalomban. Jobb kereszteződés, átmegy a kereszteződésen. Megpróbálok titeket még figyelmeztetni. Erre felé jönnek. Most hagyták el az Evelyn utcát. Szöges útzárral megállítani egy autót könnyű, de egy motor sokkal gyorsabban ki tud térni előle. Polnak sietnie kell. Ide jó lesz lerakni, itt elkaphatjuk őket. Igen, igen. Már jönnek is. Bum! Teli találat! A négy motor közül az egyiket megállítja a tüske, a másikat Paul állítja meg. Le a motorról, leszállni! Hé, várjon! A járőrök megközelítik a nyakon csípett gyanúsítottat. Mit csináltak vele? Kiukasztottuk a kerekét. Miért? Mert egy rakás bejelentést kaptunk. Ez nem törvényellenes. Lehet, hogy maga pont nem. Teljesen normálisan vezettem. Ha a szabálytalan vezetési stílus normálisnak számít, három másik motorossal karöltve. Mielőtt szabadkozni kezdene, egymás mellett haladtunk a körforgalomban. Aha. Amikor a quaddal versenyzett, szóval ne szarakodjon. Nem versenyeztem semmilyen quaddal. Akkor hülyeségeket beszélek, mi? Pedig látták is magát. A másik motoros szintén tagadja, hogy bármi köze volna a másik négyhez. Puszta véletlen, hogy pont ő előtte mentek. Azt javaslom, hogy szóljanak a haverjaiknak, hogy húzzanak el a városból, különben egész éjszaka rájuk fogunk vadászni. Ők nem a barátaim. Nézze, amit állít, baromság. Egész eddig követtük magát. Szóval ne! Elég uncsi. Már mondtam magának, én nem... Félreállt, mert látta, hogy rátapadok, ezért állt félre. Nézzék, én nem nézem hülyének önöket. Akkor miért motorozott együtt velük? Egy tökre más csapattal motoroztam. Embert. Ne nézzen hülyének. Egy rakás idiótával krúzolnak a városban, kvadokkal meg motorokkal. Átmennek a piroson, miközben nincsenek másokra tekintettel. Ja, persze. Nem beszélgetünk. Nincs több beszélgetés. Paul a következőket mondja el a tüskéken áthaladó fiatal srácnak. Ha ismeri a motorosokat, akik a városban nyomulnak, mondja meg nekik, hogy húzzanak haza, különben egész éjszaka a sarkukban leszünk, Fili. Nem ismerek senkit közülük, oké? De maga is a csapat között volt, nem? Azt mondja, nem. És csak hozzájuk csapódott. Csak errefelé jöttem. Értem. A quad leelőzött, fogalmam sem volt, hogy egy quaddal versenyzek. Oké, akkor azt mondja, hogy ő hazudik, ugye? Fogalmam sem volt, hogy egy quaddal versenyzek. Jól van, ha ismeri őket, mondja meg nekik. Most pedig segítséget kér a kerékhez. Mit mondott? Van fogója? Hogy van-e nálam fogó? Nincs. Mert? Pedig maguk tele vannak szerszámmal. Fogó nincs nálam, csak fegyver. Minek a fogó? Hogy kiúszassam a tüskét. Hiába próbálkozik maga mellé állítani őket.
Engedje már el egy percre, amíg beszélek magával. Csak ha van magánál fogó. Miért nem állítja le? Állítsa le! Van fogója? Nincs. Viszont nála van? Szabálytalan vezetés miatt az 59-es bekezdés lép életbe. Mi miatt? Közúti veszélyeztetés miatt. Mi? Az 59-es bekezdés egy évre lép érvénybe. Ha még egy ilyen lesz egy éven belül, a motort lefoglalják. Ez magára és a járgányára is vonatkozik. Viszont ha hasonló körülmények között ismét elkapjuk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ehhez hasonló szituációba keveredik, a járművét lefoglaljuk, akkor is, ha azt éppen más valaki vezeti, világos? Nem, nem annyira. Nem hunyászkodik meg. Maga egy okos Tóni. Talált. A kopasz fejével az is. Okos tojás, kopasz okos tojás. Mindannyian azok. Az 59-es bekezdés okos tojásai. Győzött. Ja, győztem. Csirkés vacsit ide. Okos tojás. Mindketten azok. Yeah? Igen, nagy szájunk ám. Ja, nagy szájú. Nagyobb is az enyém, mint a magáé. Igen. Jim az elit operatív akciócsoport parancsnoka. Bátorságáért elismerésben részesült, amiért egy fegyveres fickóval szállt szembe. Okos tojás tanár úr sem hozza ki a sodrából. Okos tojás. Na jó, húzzon el. A hajamat is kitépem magától. Aha, nincs is haja. De neked sincs. Ne tartsa fel a forgalmat a motorjával. Pazar egy élmény volt a srác. Okos tojás. Te vagy az. Okos tojás tanár úr pedig hazakullogott a kiszúrt kerekű motorján. Ha meg akarja tartani, az 59-es bekezdés alapján egy évig jól kell viselkednie. A zsaruk pedig megüzenték vele, hogy nincs ínyükre a szabálytalan vezetési stílus. A legtisztább üzenet Sting és a Police Message in a Bottle című száma óta. Nem volt okos azt mondanom, hogy égnek át tőle a hajam, hiszen nincs is hajam. Aha. Szóval inkább ráhagytam. Te adtad a lálovat. Aha. Hétfő hajnal van. Még? Hol vagytok 5-2-1-es? Amíg Worksop városa alszik, Robbie Spencer lopott autó után nyomoz. A jelzés nélküli X5-ös az egyetlen autó az úton. Mi a fene? De nem a járdát. Édes Istenem! Három nagyképű maszkos bolond motoron. Maszkos motorosok a Turner úton, Worksopban. Adj neki, Rob! Hová tűntek? Balra mehettek. Világítás nélkül fekete ruhában nehéz lesz kiszúrni őket. Ott vannak. De a járőrök sem most jöttek le a falvédőről. Rendszám nincs. A Gateford úton vannak, még úton. Már nem sokáig, lassan elfogy a járda. Leszállnak, leszállnak! Kapjuk el őket, kapjuk el őket! Spencer otthagyja a kocsit Robnak, és az oldalkocsis motor után ered. Gyalog vannak, gyalog vannak! A fickó előnyt élvez, mivel nem cipel 10 kilónyi felszerelést. Nem is jó dolog kerítést mászni vele. A gyanúsított előnyben van Spencerrel szemben. Fény szűrődik onnan. A mozgásérzékelő lámpa pedig nyomot hagy. A járőr mindent belead, de elveszíti. Ám nem csak Spencer tapogatózik a sötétben. Majd egy kilométerrel arrébb Rob szem elől téveszti a motorost. Spence, elkaptál valakit? Nem, haver. Nem, haver. Kifogott rajta egy másfél méteres kerítés. Reméltem, hogy a kerítést le tudom bontani. Jövök, megnézem a kertet. Thank you.
Igen, innen. Itt jött át. Akárki volt itt, mostanra rég felszívódott. Rob sem járt sikerrel. Egy utolsó sötét sikátorba még benéz. Le a földre most! Le a földre! Megértette? Igen. Kezeket hátra! A gyanúsítottat őrizetbe veszik. Elfogtam egy menekülőt. Rob őrizetbe vett valakit. Van magánál valami? Egy zacsi fű. Hol? A zsebemben. Melyikben? Hátsó zseb, középen. Itt? Aha. Jól van. Amint Rob visszakíséri a gyanúsítottat, hírek érkeznek. Az elmúlt 15 percben valaki bejelentést tett, hogy két fiatal egy fekete robogóval feltörte a kocsiját, mielőtt megléptek volna. Carter út nincs olyan messze innen. Biztosan kocsik után kutattak az este folyamán, de miattunk meghiúsult a tervük. A fickót átadják a kerületieknek. Az elkapott menekülőt őrizetbe veszik. És átvizsgálják a roncsot. Kérhetnénk egy trélert a robogóhoz? Nem tudom megmondani, milyen típusú. Teljesen le van harcolva. Zsinór és szikszalag tartja össze. Szuper, köszi. Hát, nem a legjobb járgány meneküléshez. Nézd, hogy néz ki. Nem használható. Valószínűleg 50 köbcentis. Tedd össze a 3 literes X5-össel. Nem hinném, hogy ez győzne. A maszkos srácok végül meglettek. Akit a kertben kaptak el, figyelmeztetést kapott kannabisz birtoklásért. Neki nincs köze sem a robogóhoz, sem a feltört kocsihoz. Amikor a rendőröket riasztják, többféleképpen reagálnak. Udvariasan bekopognak. Fegyveresen köszönnek. Fegyveres rendőrség, az ajtóhoz! Nem esik bántódása! Indulás! És ha trükkös látogatást ejtenek, maguktól sétálnak be. Rendőrség! Itt a rendőrség! A lakás vagy a ház lesz? Ház. Szuper! Szerda reggel van. Egy rövid reggeli után a csapat elindul felkeresni egy férfit, akinél feltehetően kereskedelmi mennyiségű kábítószer lehet. Valószínűleg a személyeket fogjuk előre venni. Először találkozunk Rosszival, és onnan indulunk. Nem probléma, ez így oké is. Ezeket vegyük fel. A razzia olyan, mint a sonkás szendvics. Kicsit finom, de akkor a legjobb, ha melegen szolgálják fel. Van irányító számunk? Igen. Ha már a felszolgálásról van szó, a behatoló specialista Dave már megcsinálta a háziát a gyanúsított ajtójáról. Ez egy dupla falú, szigetelt ajtó. Nagyon tömör. Normális esetben elég nehéz betörni, ezért hoztuk magunkkal erre egy készletet. Szerszámokat, fűrészt. Ez egy olyan játék, amihez jobb, ha előre felkészülünk. A csapat sokkal több szerszámmal közelíti meg az ingatlant, mint Bob mester. A lakás pont az utcasarkon van. Határozott és gyors lesz a behatolás. Füstöl. Amikor a narancs színű fűrész végzett, jöhet a nagy piros kulcs. Kemény diónak tűnik, de annyira mégsem az. Rendőrség! Maradjon ott, ahol van! Rendőrség! Emeleti lakás. Gyorsan felszaladnak a szűk lépcsőn, mielőtt a gyanúsított észbe kap. Házkutatási parancsot kaptunk erre a címre. Okay. Van valami a lakásban, aminek nem kellene lennie, vagy nem szeretné, ha megtalálnánk? Nincs?
A fickó kissé meg van illetődve, mivel még ágyban volt. Mindig jó ötlet korán érkezni. Hamar megtalálják a füvet, de kevesebb mennyiségre bukkannak, mint amire számítottak. Megtennél egy szívességet? Benéznél a fotel alá? Aha. Minden követ megmozgatnak, és még több zöld levelű kerül elő. Szerintem kanabisz. Hiába csomagolják be, érezni a szagát. A meglepett gyanúsítottat pedig beviszik kihallgatásra. Forgalmas egy elágazás. Elég tisztességes mennyiségű kanabiszra bukkantunk. Találtunk még fehérport is, egy boxert, ami elég csúnya sebet tud ejteni, ha arcon vágnak valakit egy ilyennel. Persze találtunk pár mobilt is, amiket át fogunk vizsgálni. Lehet, hogy találunk rajtuk bizonyítékot, ami igazolná, hogy a fickó kábítószerrel kereskedik. Sikeres volt a bevetés. A gyanúsított ellen, akit a tévés társai Kft. Reggelire fogyasztott, nyomozás indult első és másodosztályú kábítószer birtoklása miatt. További intézkedésre nem került sor a feltételezett terjesztéssel kapcsolatosan, de az ilyen rajtaütések szélesebb körben üzenetként szolgálnak. Ritka pillanat, hogy a járőrkocsi pihen. Phil és Paul pedig épp most tolt be pár muffint. Csak tartsd! Mielőtt Phil belekortyolna a jól megérdemelt kávéjába, forgalmas egy elágazás. A Merci láttán szuperképessége felszínre tör. A főútig követik. Ne feledd, hogy kávé van nálam. Négy ember ül benne. Az egész utat elfoglalja. Folyton sávot vár. Jobb, ha óvatosan állsz meg. A kávé forró. A villogó és sziréna megteszi a kívánt hatást, még Phil féltett kávéja is túléli. Hogy van? Magánál van a jogosítványa? Van ugyan jogosítványa, csak nem a brit közlekedés rendészet állította ki. Albánia? Csak húzza be, adja át kérem. Köszönöm. Üdv az uraknak. Szálljon ki, kérem, a kocsiból. Húzza be a kéziféket, nehogy elguruljon a kocsi. Beszél angolul? Nem érteni. Egy kicsit sem? Egy kicsit. Értem. A jogosítványa. Igen. Hová valósít? Albánia. Albánia. Volt valaha brit jogosítványa? Brit? Nem. Aha, nem. Jó. Van biztosítása? Biztosítás? Van biztosítás? Lassan megy a dolog. Nincs biztosítása. Mióta tartózkodik itt? Egy éve. Ezt albánul mondta? Igen. Pazar. Az okostelefon majd segít. Van biztosítása a járműre? Nem, jelenleg nincs. Nincs? Jó. Istenem. Több mint egy éve itt tartózkodik. Az albán jogosítványa itt nem érvényes. Paul szerint nem is kellene az országban lennie. Van magánál személyi igazolvány vagy útlevél? Megnézhetném? Felhívom a bevándorlásiakat. Pazar. A bevándorlásiba kéne menni. Amíg Phil az esőt nézi... OT82NH. Paul kimért marad, felhívja a bevándorlásiakat. Itt AR239. Látják, hogy mikor volt bent? Nyoma sincs a rendszerben. Oké, jó. Van magánál személyi igazolvány? Igen. Pazar, köszönöm. Kiderült, hogy négy albán van a kocsiban. Siessünk, mert ki fog hűlni a kávé. Csak egy perc, megkérdezem a kollégámat. Phil, dolgoznak? Egy pillanat türelme. Megkérdezi. Jó. Dolgoznak? Most igen. Mivel foglalkoznak? Festünk. Ja, jó, oké. Egy barátjuknak dolgoznak, amiért 80 fontot fizet neki. Szobafestők és mázolók. Tiszta sor. Kösz, haver.
Bocs, én a kocsiban vagyok. A kollégám nincs itt. Phil? Igen? Itt futkos. Itt van a családja az országban? Várj! Itt van a családja az országban? Nincs? Nincs öreg. Bocs, de a társam ellenőrzi a kocsit és a sofőrt. Esik az eső, én pedig itt ülök az autóban. A bőrigázott futó segítségével... Jó. Paul közli a kemény igazságot. Phil, akarsz rossz hírt hallani? Mi az? Várj! Vigyázz, nehogy elázzon, Paul! Illegálisan tartózkodik az országban, úgyhogy be is visszük. A többi hármat ellenőriznünk kell. A többit is ellenőrizzük, egy perc. Csodálatos. A többi utas lekérdezése után úgy fest, ők is illegálisan tartózkodnak az országban. Mind a négyen? Mind a négyen. Amíg a furgonra várnak, addig Phil dolga szórakoztatni őket az esőben. Milyen ott az idő? Esős vagy napsütéses? Eső. Ez esik most. Időjárás. Francba. Aha. Borús és nyomorúságos. Megérkezik a lovasság. Végre Paul is benedvesíti a lábát. Kapcsolja ki a biztonsági övét. Tessék! Az albánokat átkísérik a furgonhoz. Üljön le! Figyeljen arra, amit most mondani fogok. Mennyire jó az angolja? Édes Istenem. Nem annyira? Nem. Akkor Google fordítót fogok használni. Vajon mi lehet a déjà vu albánul? Ez egy figyelmeztetés. Nem albánul van. Mi? Ja, bocs, románul volt. Albán. Mindjárt módosítom. Amíg Paul a fordítóval küzdik, hogy közölje a vádat, van egy másik probléma is a sofőrrel kapcsolatban. Adja ide a kanabiszt. Ez kié? A magáé? Ez minden nyelven rossz hírt jelent. A négy albánt őrizetbe vették, Phil pedig végre megihatja a kávéját. Már rég kihűlt. Bejött még egy meló. Örülök, hogy van rajtam pulcsi. A Mercedes-t lefoglalták, mert a sofőr biztosítás és jogosítvány nélkül defektes kerékkel ment vele. Cannabis birtoklásért kapott egy figyelmeztetést, majd elküldték a többiekkel együtt a bevándorlásiakhoz. Phil kávéja tönkrement. 3,5 fontot fizettem ezért a kávéért, amiből 2 kortyot tudtam inni. De legalább a muffint sikerült megennem.